Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Ismét hétfő este van. Szeretettel köszöntöm Önöket a képernyők előtt. Érdekes témánk lesz a mai alkalommal. Turi Ferenc professzor úr fog előadást tartani. Mielőtt elkezdi az előadást, és átadom neki a szót, engedjék meg, hogy pár szóval bemutassam Turi professzor urat. A Debreceni Egyetemen végezte az egyetemi évek tanulmányait, ahol a neurológiai és pszichiátriai klinikára került, ott szerzett szakképesítést neurológiából, pszichiátriából, pszichoterapeuta szakorvosi képesítése van, sőt, pszichológus szakképesítése is. Mint adjunktus hagyta el a klinikát, és került át a Miskolci Megyei Kórház pszichiátriának a vezetésére, és ott töltött hosszabb időt. Időközben az ELTE BTK tudományos főmunkatársa volt. A OPNI-ba, az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetbe sajnos csak 2 évig dolgoztunk együtt, ugyanis ugye 2007-ben, mint ismeretes, a intézetet bezárták. Aztán ismét kollégák lettünk az egyetemen, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének igazgatójaként vezette az intézetet nyugdíjazásáig. Számos kitüntetés büszke tulajdonosa, publikációs tevékenysége különösen rendkívül impresszív, nagy, komoly tudományos munkája és ismeretterjesztő munkája van. Nagy a sora a kitüntetéseinek, ezt nem fogom ismertetni, talán ezt megbocsájtja a professzor úr, hanem inkább átadom a szót neki. A civilizációs zavarok mintapéldánya írta a címbe, tehát mindenkit izgat az evészavarok, testképzavarok problémája, hiszen környezetünkben mindenki vagy azért panaszkodik, hogy túlsúlyos, vagy azért keserek, hogy nagyon sovány. Tehát igazi civilizációs ártalom ez. Professzor úr, téd a szó. Köszönöm szépen a kedves bemutatást, szeretettel üdvözlök mindenkit. A téma érdekes, mert az evészavarok, illetve ennek mentén megjelenő testkép zavarok azért egyre inkább benne vannak a köztudatban. Tehát manapság, ha az internetet bogarásszuk, akkor nagyon sok celebritásnak a evészavaráról kapunk hírt, meg egyáltalán az evés benne szokott lenni a köztudatban. Nézzünk akkor egy kicsit utána ennek, hogy miről is lesz szó. Az egyik az elhízás, ezt csak szőr mentén fogom érinteni, ez rendkívül kiterjedt dolog, illetve jelenség. Erről most kevesebb szó lesz, inkább a klasszikusnak számító evészavarok az anorexiáról, a kóros soványságról, illetve a bulimiáról, ami kóros falás rohamokkal, tehát zabálási rohamokkal és önhánytatással járó evészavar. Miért fontosak az evészavarai? Három érvet említenék, az egyik az, hogy gyakoriak. Az elhízást nézzük, ennek a gyakorisága, elnézés a latin kifejezésekért, időnként előfordulnak. Az elhízás gyakorisága úgy a nyugati civilizáció országaiban 20-30%, de egyes résztünetek előfordulási gyakorisága eléri a 50%-ot is. Például egyetemista lányok között az időnként előforduló hányások vagy néhány napos koplanások elég gyakran előfordulnak. A másik érv az, hogy fokozódik a gyakoriságuk, ebben a társadalmi változásoknak lehet szerepe. A harmadik pedig az anorexia nagyon magas halálozási aránya, ami a pszichiátriai zavarok között az egyik legmagasabb halálozási mutatót jelenti. 10 évvel a betegség kezdet után 8%, tehát minden 12. beteg meghal. 20 évvel a betegség kezdet után a 20%-ot is eléri, tehát ez nagyon magas. Az elnevezés, hogy csak annyit, hogy az evés zavaró kifejezést használnám, mert ez jelenti a táplálék felvételi viselkedést, tehát magyarul az, hogy teszek-e a számba valamit, vagy nem.
tehát ez a pszichológiai értelemben vett táplálékfelvétel az evés. Az étkezés inkább ilyen antropológiai fogalom, tehát a szociális rítusokra utal, hogy hogy illik viselkedni az asztalnál, meg hogy van megterítve az asztal, stb. Tehát itt a rítusok, ez nem annyira pszichológiai jelentésű. A táplálkozás pedig túl tág, benne van az emésztéstől az ürítésig sok minden, tehát az egész tápcsatorna. Ugye tehát a két klasszikus típusról fogok inkább beszélni, az anorexia és a bulimiáról, az elhízásról pedig kevésbé. Nézzük a történetet, ez érdekes, mert a szó maga az anorexis, az orexis vágyat jelentett, az an fosztóképző, tehát anorexis, a vágy hiánya. Később aztán ez a mindenféle vágyról az étvágyra korlátozódott. Galénusz, ugye az ókor klasszikus orvosa, az étvágy hiányát jelölte az anorexia szóval. Kezdetben vallásos elképzelések voltak, például, hogyha valaki nem evett, és mögötte nagyon fontos vallásos érzület volt, akkor őt például szentnek tarthatták. Ilyen volt Szent Margit, negyedik Béla lánya, aki a Nyulak szigetén ért, ugye a Margit, később Margit szigeten, egy dominikánus kolostorban. Ő is éhező szentnek számított, csak 28 évet élt sajnos, nagyon korán meghalt, nagyon aszketikus életet élt, az ételét a szegényeknek adta. Ha valaki nyugtalan volt amellett, hogy sovány volt és nem evett, mai szóval mondva pszichotikus tünetei, tehát ilyen kóros pszichés tünetei jelentkeztek, akkor őt boszorkánynak tartották, rossz esetben inkvizícióval fejeződött be, vagy inkvizíció útján fejeződött be az élete. Az anorexiának megfelelő kórképet egy angol orvos írta le először, de más néven, ideges felemésztődésnek lehet ezt magyarra fordítani, egy Morton nevű angol a 17. század végén. Aztán a soványságnak különböző más formái is voltak. Voltak olyan csodálatos lányok, hogy nem ettek semmit, tehát a fényevőknek hívják ezeket manapság. Ez egy érdekes jelenség, nem mennék bele. Aztán itt vannak az éhezőművészek, még manapság is itt-ott lehet látni, vagy találkozni. Egy Blaine nevű angol, 15 vagy 15-20 éve, ha jól emlékszem, a Temze fölött egy üveg kalitkában azt hiszem 45 napig bírta, és ott mutogatta magát. Vagy az éhségsztrájkot meg lehetne említeni. A lényeg az, hogy az anorexiának ma megfelelő kórképet először a 19. század végén írták le, 1873-ban, egymástól függetlenül egy angol és egy francia és egy angol orvos. Ki kell emelni azt, hogy az anorexiás életet élő modellszemélyiségeknek fontos hatásuk van a kultúrára. Tehát ez az, hogy civilizációs ártalomról van szó, ez megmutatkozik ezen a területen is. Ezek a személyiségek, akik itt fel vannak sorolva, ők ismertek voltak a maguk korában, és mintául szolgáltak a köznépnek, hogy ahogy a celebritások életét, vagy akár a testalkatát, vagy szokásait követni szokták, hát rájuk ez érvény vagy jellemző volt. Itt van Szent Margit, egy fametszeten, aztán itt van egy francia, Szöra nevű francia éhezőművész, aki szintén csak 28 évet élt, olyan vékony volt, hogyha egy gyertyát tartottak a háta mögé, a hasán átderengett a fény a leírások szerint. Aztán itt van Byron, kevesen tudják, hogy Byron eléggé anorexiás életet élt, akkor még nem volt ismert ilyen néven ez a kórkép, és ő nagyon vigyázott az alakjára, ecetet ivott, hogy elvegye az étvágyát, hosszú távú szó volt például, hát utánozták a költészetét is és a hóbortjait is, ezt byronizmusnak hívják ezt a jelenséget. Vagy itt van Sisi, Erzsébet királyné, aki 172 centi magas volt, és 50 kilónál nem volt nehezebb, nyilván csak a szülések kapcsán. Tehát magyarul kórosan sovány volt, akkor még nem anorexia miatt kezelték, nem volt ismert ez, elég ez a kórkép, hanem azt gondolták, hogy TBC-s. Tehát ilyen rejtett TBC-re gyanakodtak, csak ez egy elég speciális TBC lehetett, mert ha felszállt a Korfuba menő hajóra, elmúlt a köhögés. Tehát nyilván a pszichés tényezők, a nagyon nyűgös császári udvarba való becsöppenés azért nagyon megviselte őt. Franz Kafka is elég sovány volt, az anyjával volt szorosabb kapcsolatban, az apját utálta. Ha valaki egy nehéz apa-fiú kapcsolatról akar olvasni, olvassa el Kafkának a Levél apámhoz című novelláját. Egyes szám első személyben írta, egy borzasztó nehéz történet.
Aztán itt van Lady Diana-nak a tragikus sorsát, mindannyian ismerjük. Ő egyébként súlyosan anorexiás volt, később bulimiás lett, évekig kezelték. 1993-ban ő nyitott meg Londonban egy nemzetközi edészavar kongresszust, akkor meghatottan beszélt erről a betegségről. Ha valaki kigyógyul és így beszél a betegségről, az pozitív mintát jelent. De ha valaki nem gyógyul ki, és úgy hirdeti az edészavaroknak a nehézségét, meg a némi elismeréssel a hangjában, hogy ő milyen cifra betegséggel küzd, ez nem jó, ez szubkultúra képződés jelent, egy ilyen álságos önazonosság. Hát akik nem gyógyultak meg, azok ne hirdessék az evészavarokat, ezt akartam mondani. Akik viszont meggyógyultak, azok hitelesen tudják közvetíteni, hogy bizony érdemes kezelést keresni, és meg lehet gyógyulni ebből a kórképből. A bulimia történetéhez annyit, hogy a boys, ugye görögül ökröt jelent, illetve nagyítóképző, tehát marha nagy magyarul, a limos pedig az éhségnek az igen rút istennője volt, tehát boys limos, tehát limia, bulimia, vigyázat, tehát itt néha rosszul írják. A római hedonisztikus lakomák nem bulimiának feleltek meg, mert nem volt bűntudat, depresszió, szégyenérzet, stb. Hanem csak zabáltak, ettek, és meghánytották magukat. A bulimiát először ilyen név, vagy önálló kórképként, 1979-ben írta egy angol professzor, aki 2-3 éve halt meg, de ő is még az anorexia variánsának gondolta ezt a kórképet. Aztán utána megjelent a különböző betegségosztályozási rendszerekben, és így tovább. Nézzük a gyakoriságot, tehát a betegség gyakoriságát, az elhízás gyakorisága, ahogy említettem, egyébként az elhízást a testtömegindexben adják meg, ez BMI-nek rövidítik az angol név alapján, Body Mass Index, tehát testtömegindex. Ezt úgy számítják, hogy a testsúly kilogramokat osztják a méterben megadott testmagasság négyzetével. Még egyszer mondom, tehát 100 kilós fiú, 100 osztva, 2 méter magas, mondjuk egy kosárlabdás, 2 a négyzetemben az 4, 100 osztva 4-jel az 25, ez a normális felső határa fiúknál, az alsó határa pedig 20, tehát ha 80 kilós ez a fiú, akkor 80 osztva 4-jel az 20, tehát egy 2 méter magas fiú 80 és 100 kiló között számít normális testalkatú. Lányoknál lejjebb van az alsó határ, 18,5. Most Magyarországon az elhízás aránya 20% körül, tehát magas. Itt van egy ilyen európai lista, és Magyarország ott van 20% fölött a felső. Többféle statisztika van, ahol mi vezetünk, stb. Ez függ attól is, hogy önbeszámoló adatok vannak, vagy pedig valóban megmérik őket, és mennyire reprezentatív népességgel vizsgálják az adott jelenséget. Hogy az elhízás mivel függhet össze, itt csak egy-két tréfás képet említeni, vagy vetítenék fel, ugye Dávid szobrát mindannyian ismerjük, és a gyors éttermeknek az elterjedtsége, illetve a nagyon fokozott ízanyag, ez is szerepet játszhat, tehát az, hogy gyorsan bekapunk valamit, aminek messze több a kalória tartalma, mint amire szükségünk volna, ennek is lehet szerepe többek között, de ezt csak tényleg futólag említem meg. Magyarországon a férfiak között, de nőknél is hasonló a helyzet, felnőtteknél 20% körüli az elhízás, a 30-as testtömegindex fölötti elhízás, és 47% a túlsúly, tehát a 25-ös 30-as testtömegindex közé eső túlsúlyosak. És ha kettőt összevesszük, akkor a magyar felnőtt férfi népességnek a 2/3, nagyon magas arány, túlsúlyos vagy elhízott. Nőknél körülbelül hasonló a helyzet. Hogy miért van civilizációs ártalmakról szó, hogy miért lehet ennek felfogni őket. Az evészavarokat korábban a 3W betegségeinek tartották, ez azt jelenti, hogy White Western Women, tehát fehér nyugati nők betegségének gondolták sokáig. Ma egyébként ez egyre kevésbé igaz, mert egyre terjednek feketék között, nem nyugati országokban is, és férfiakban is, sőt, idősekben is. Tehát úgy tűnik, hogy az evészavarok globalizálódnak, mindenféle népcsoportban előfordulnak. De még mindig női betegségnek számítanak, a férfiak aránya 2-10%, tehát a nők megbetegedési aránya 10-50-szer gyakoribbak.
Van olyan kollega, egy holland szerző írta, hogy a nemi különbség 2050-re valószínűleg eltűnik, mert a karcsúság a férfiak számára is annyira fontos lesz, mint a nőknek. Tehát őket is a karcsúság tébolya elkapja. Majd meglátjuk, hát illetve én már nem, de majd érdekes lesz a jelenség. Fiatal felnőtt nők, fiatal nők között az evészavarok gyakorisága 1-4%. A bulimia korábban gyakoribb volt, mint az anorexia, mert ez kezd kiegyenlítődni, ugyanis az anorexiának az enyhébb formái nagyon gyakorivá kezdenek válni. Az anorexia elég korán indult, 10 éves korban, a bulimia néhány évvel később. De egyre korán, tehát ezelőtt 30 évvel, amikor én elkezdtem foglalkozni evészavarokkal igazából Miskolcon, 90-ben indítottunk egy ilyen evészavar részleget, akkor bulimiások között 16 éves az ritka volt, mint a fehér hó. Most pedig egyre inkább látunk 13-14 éves bulimiást is. Anorexiásban 10 éves korú gyerek is lehet már beteg. Nagyon fontos, és megint a civilizációs ártalmakra utalni, vagy a civilizáció hatására, hogy az evészavarok a felső és a középső társadalmi rétegek betegségei. Most nincs olyan biológiai tényező, ami szociális rétegek alapján válogatna. Tehát itt nyilván nagyon fontos szerepe van a kultúrának, vagy a civilizációnak, vagy a társadalmi rétegződésnek. Ugyanitt említeném meg, hogy vannak fokozott kockázatú csoportok, például a diákok, egyetemisták között gyakoriak az evészavarok, vagy például a karcsúság követelményének kitett foglalkozások. Táncosok, manökenek, cukorbetegek, például a homoszexuális férfiakban, vagy a zsokék. Nő az evészavarok gyakorisága, emellett azt is látjuk, hogy egyre inkább felbukkannak, mert az eddig rejtett evészavarok is megjelennek az ellátó rendszerben. A bulimia nagyon rejtett, a bulimiások 80%-a nem kap kezelést. Tehát ott egyáltalán az is egy harci feladat, hogy felismerni a rejtett bulimiát. Lesz erről ötletem, majd vetitek néhány ilyen képet. Nagyon gyakran társbetegségek vannak, ezt hívják komorbiditásnak, tehát társbetegségek, mégpedig az depresszió nagyon gyakran társul evészavarokhoz. Az öngyilkossági kísérlet a bulimiások 20-30%-ban már előfordul, nagyon magas szám. Aztán itt van a kényszerbetegség, a szociális szorongás, alkoholizmus, drogfogyasztás. Eddig az életében ezeknek az evészavaros betegeknek 10-30%-ban fordult elő. Ez az élettartam prevalencia, hogy eddig az életében már volt-e vagy nem. Tehát ezek nagyon magas társulási arányok, ami azt jelenti, hogy a pszichiátriai kórképek úgy összemosódnak néha, vagy szívesen jelennek meg egymás kísérő jelenségeiként. A kór származás, hát mi a magyarázat a betegségeknek? Amikor a hipofízisnek, az agyalapi mirigynek a pusztulását leírta egy Simmons nevű orvos, és az kiderült, hogy soványsággal jár, azt hitték, hogy megtalálták az anorexia magyarázatát. Nem ennyire egyszerű helyzet, sajnos. Én azt szeretném, hogyha nagyon egyszerűen lehetne magyarázni a evészavarokat, és gyógyszerrel lehetne kezelni őket, az lenne a legegyszerű. Csak hát sajnos ez nem így szokott menni. A pszichoanalízis az ösztönökre utalt, és aztán a 1960-as évektől jelent meg a testképzavarnak a leírása, hogy az nagyon fontos az evészavarok hátterében. Ma úgy fogjuk fel az evészavarokat, mint pszichoszomatikus betegségeket, tehát olyan betegségeket, amelyekben a pszichés háttér nagyon masszívan ott van, és emellett a biológiai, pszichológiai és a társadalmi kulturális jelenségeknek is szerepük van. Ezen belül, hogy pszichoszomatikus zavaroknak tekintjük őket, elkülönítünk hajlamosító tényezőket, siettető és fenntartó tényezőket is. Tehát hajlamosító, siettető és betegség fenntartó tényezők is vannak. Ezeket most nem ragozom. A komplex elméletek mindezeket ötvözik, de emellett vannak szelektív elméletek is, amelyek egy-egy jelenségre hívják fel a figyelmet, például egy-egy betegséggel való társulásnak a fontosságára. Nyilván rengeteg elképzelés született az evészavarok magyarázatára, ezeket most kutyafuttában átfutjuk,
Itt van egy hosszú lista, nem kell megijedni, ezzel csak azt szeretném illusztrálni, hogy az evészavarok magyarázatában különféle elképzelések voltak. Van, aki a biológiai tényezőknek tulajdonít jelentőséget, van, aki a mélylélektani dolgoknak, van, aki a családnak, a depressziónak, a kényszerbetegségnek és sorolhatnak. Tehát ez csak egy ilyen lista, hogy bizony sok mindennel társulhatnak az evészavarok, illetve az evészavarok egyes típusai vagy altípusai, vagy mondjuk így egyes betegek, akik anorexiában szenvednek, bizony jól magyarázhatók a depressziós elmélettel, stb. Most néhány gondolatot ezekről azért mondanék. A biológiai elméletek természetesen a biológiai szabályzóknak a szerepére utalnak, az agyi központok, idegrendszeri struktúrák szerepét, biokémiai tényezőket. Hát ez egy nagyon bonyolult szabályozás. Itt van egy angol ábra, elnézés, hogy angol ábrát hozok, de itt csak azt, hogy ott van alul a gyomor, mellette a máj, aztán a zsírszövet, itt balra, ez a pirosas, kiderült, hogy a zsírszövet termeli a leptin nevű anyagot, aminek nagyon fontos szerepe van a testső szabályzásban. Aztán agyi étvágyközpontok, jó lakottsági központoknak a szerepe is fontos. Hát ez egy bonyolult szabályozás, nyilván sok kutatás van erről, de hát nem olyan egyszerű, hogy ott romlik el valami, és azt kell gyógyszerre pótolni, és el van intézve. Nem ennyire egyszerű. A pszichoanalitikus elméletek is fontosak. Ezek arra hívják fel a figyelmet, hogy a mélylélektani dolgoknak, bocsánat, még ez, mélylélektani dolgoknak szerepük lehet. Tehát például, hogyha valakinek orális regressziónak hívják azt a jelenséget, hogy valaki nagyon a száját, az oralitáson, a szájjal kapcsolatos dolgokon csüng, például ugye evés, szopás is ide tartozik, késő felnőttkorban a dohányzás, alkoholizálás is, tehát aki valaki a száját foglalkoztatja, itt az oralitás fontos lehet. És ha valaki mondjuk nélkülözett, valakinek a nagymamája átélte a világháborút, ott aztán meg lehetett tanulni, hogy a túlélésnek az az áloga, hogy egy döglött lóból lekanyarítottak egy húst, hát ott aztán nem volt pazarlás és így tovább. Tehát, és aki ettől mindig benne van a reflex, hogy éhen ne halljunk, az túleteti a gyereket például. Tehát a csecsemőkori etetésnek a mintai szerepet játszanak. A szexualitásnak a szerepe is fontos, nem azért, mert a hülye pszichológusok mindig a szexualitás körül elmélkednek, hanem azért, mert fontos. Azért, mert fontos, mert egy nagyon intim és fontos ösztön dologról van szó, ösztönkésztetésről van szó, és elég sokszor találkozunk olyan betegekkel, akiknek a szexualitással van valamilyen bajuk, és bizony ez evéstünetekben jelenhet meg. Egy elhízott nőbeteg keresett valamikor, mondta, hogy az ő férje eléggé aszexuális, és ez neki nem jó. És ott sírt szegény, hogy ne gondoljam azt róla, hogy ilyen túlzott igényekkel megáldott hölgy, nem erről volt szó, hanem baja volt a szexualitásra. Emberi baja. A szexuális visszaélés gyakorisága egyébként evészavaros betegek között magas, 25-30% nők között. Tehát magyarul minden negyedik lány már átélt szexuális zaklatást életében. Ez nagyon magas arány. Egyébként minden más pszichiátriai kórkép hátterében is ilyen arányok vannak. Magyarul a szexuális zaklatás nem egy specifikus dolog, hanem a legkülönbözőbb pszichés nyavaják származhatnak később ebből. Magyarul kockázati tényezője lehet különböző pszichiátriai zavaroknak a szexuális zaklatás. Ezt röviden úgy foglalnám össze, hogy a két alapvető ösztön közel van egymáshoz. Tehát az evés, a létfenntartás és a fajfenntartás ösztöne, a szexualitás bizony közel van egymáshoz, az egyik zavara átmenik a másikba. René Magritte-nak a jeles szürrealista belga festőnek egy képén egy elég bizarr formában jelenik meg ez a kapocs, talán megbestelenítés című képén. Aztán itt van a családdinamikai jelentés, ez nagyon fontos, azért, mert a családi magyarázat az evészavarok hátterében néha ordítóan látszik. Ugyanis, ha tizenévesekben jelenik meg az evés, akkor ennek nagyon gyakran családi jelentése van, az evészavar családi jelentése van. Egyszerűen azért, mert az evésnek nagyon sok családi jelentése van. Gondolj bele a szeretet kifejezése, az édesanyja főz, ellátja a családot, vagy a dac, hagyjál békén, nem kell a sperma. Tehát a DAC kifejezése, és ott van az étel. Meg hát a családnak
az összefogás, az együtt evés a családi kohéziónak az egyik legfontosabb terepe. Tehát magyarul, hogyha valakinek valami nyűg van a családban, valami stressz forrás, valami túlérzékenység, akármi, ott bizony nagyon gyakran könnyű manapság egy lánynak, akit a karcsúság tébolya elkapott, hát bizony nagyon könnyű evéstünettel reagálni családi akármikre, családi feszültségekre. Ez a magyarázat. Ezért fontos, hogy a tizenéves evészavarosok kezelésében a családterápia a legfontosabb terápiás eljárás, nem az egyik a 10 vagy a 40 közül, nem, a legfontosabb. Ez fontos. Tehát tizenéveseknél igenis, nemzetközi ajánlás, nem a saját kóbortom, nemzetközi ajánlások szerint a családterápia a döntő terápia. És rengeteget lehet segíteni. Én is ezért tanultam ki a családterápiát, és például tavaly írtunk egy olyan írományt kollégákkal. Egy év alatt volt 3 olyan betegünk, de ennél több volt, csak 3-at írtunk le, mert nem volt több hely, ugye a labban, hogy csak családterápia volt, csak maximum 10 találkozás volt, tehát 10, nem 40, meg 2 év, meg nem tudom mennyi, 10 találkozás, súlyos anorexia volt, csak családterápia volt, teljes gyógyulás következett be, és utánkövetés igazolta a tartóságot. Tehát magyarul maximum 10 családterápiás találkozása, konzultációval, súlyos anorexia rendőrt, és nem egy ilyen eset van. Tehát ezt csak azért írtuk, gyerekgyógyászoknak írtuk ezt a közleményt, hogy kérem szépen nem kell megriadni attól, hogy az anorexia súlyos betegség, hát az, de hát lehet kezelni. Csak nem mindegy, hogy mivel. Itt egyéni terápiával sokszor nem lehet elérni semmit. Tudok olyan példákat, hogy évekig folyik a kezelés, mindenki jól érzi magát, a beteg is, meg a terapeuta is, csak semmi nem történik. Tehát nem változik. Tehát nem mindig jó az egyéni terápia. Nyilván, hogyha mondjuk szexuális zaklatás volt, azt egyéni terápiával kell helyre rakni, vagy a következményeket, de hogyha ennek családi jelentése van, akkor a családterápia döntő. Itt van néhány példa, ez a kedvencem, erről sokat tudnék beszélni, nem húzom az időt. Arról van szó például, hogy a családban a határok néha nem tiszták, a szülők, a gyerekek helyet beszélnek, a több esztán első személy ezt fejezi ki, amikor a mama azt mondja, hogy hát nem híztunk a múlt héten sem. Amikor egy édesapa mondta azt, hogy a menzeszünk még nem jött meg, mondta az anorexiás lányára, ez már humorosabb volt. No, de hát akkor nyilván tudjuk, hogy mögötte a szeretet van, nem gúnyolódunk a családon. Szeretet aggódás van mögötte, csak meg kell tanulni a szülőnek is, hogy elengedje a gyereket önállóbbnak, mert az önállóság a túlélés szempontjából alapvető. Aztán itt van a túlvédés, rendkívül fontos jelenség, rendkívül fontos. Egy mondatban a túlvédés fogyatékosságot okoz. Kérem szépen, a túlvédés szociális értelemben fogyatékosságot okoz, mert van, aki nem tanulja meg, hogy viselje a külvilágnak a nyűgeit, hogy védje meg magát a hülye főnöktől, hogy a konfliktusokat hogy rendezze le, mert burok alatt tartották. Ez így nem jó. A szülőnek meg kell tanulnia elengedni a gyereket, hogy a gyerek szembesüljön a külvilágnak a kihívásaival. És aztán itt van még a családi szabályok merevsége, vagy a konfliktus megoldás hiánya, nem tudnak konfliktus megoldani, akkor az nem jó. Úgyhogy itt aztán mindenféle trükkök, családterápiás trükkök vannak. Mondok egy vicces példát, de nagyon működött. Volt egy család, a mama zsörtölődött, mindig beleállt a veszekedésbe, az apa elkerülte a konfliktust, konfliktus kerülő volt. A lány anorexiás volt egyébként. Külön beszéltünk a szülőkkel az egyik konzultáció alkalmával, és azt mondtuk nekik, hogy veszekedjenek tovább úgy, mint eddig, mert az mégiscsak fontos, hogy összetartja a családot, hogy megvitatnak dolgokat. Ez egy ilyen paradoxon. És aztán azt mondtuk, tanultuk ezt a trükköt egy amerikai kollégától, hogy a feleség minden héten csináljon egy műbalhét, amit egyébként el tudna kerülni. De kössön bele valamiben, és a férj próbálja megítélni, hogy melyik lehetett a műbalhé, a 7-17 veszekedése között. Hát nevettek rajta, ez egy humoros feladat, de vállalták. 3 hét múlva találkoztunk, és a feleség azt mondta szó szerint, hogy amióta kiléptek a szobából, nem tudnak veszekedni. Mert gondoljunk el, hogy elkezdene veszekedni, de tudja, hogy a férje lesi, hogy ez most igazi vagy nem igazi veszekedés. Így nem lehet veszekedni spontán módon. És akkor megtapasztalták, hogy volt az életükben egy 3 hetes időszak, amikor nem vitatkoztak. Tehát vannak ilyen családterápiás trükkök, stb. Nem sorolom, mert ezzel... Igen, aztán ezeket is átugrom, mert ezek elég specifikus. A feminista modellről egy mondatot. Itt fontos a terapeuta nemének a szerepe.
Tehát, hogyha választhat a mondjuk szexuális zaklatást átért lány terapeutát, az jó, mert lehet, hogy nő terapeutát vállal, vagy választ, mert férfival nem tudja esetleg magát megértetni. Nyilván, hogyha nincs más, mint férfi, hát akkor megtanulja a férfi terapeután, hogy nem minden férfi olyan vad, mint az őt zaklató férfi, tehát ennek is lehet korrektív tapasztalata következménye. Na most a társadalmi kultúrális, ha már ez a cím, hogy civilizációs ártalmak, hogy miért mondjuk ezt az evészavarok, hogy civilizációs ártalmak, sok érv szól ilyen társadalmi kulturális tényezőknek a szerepéről. Például a kultúra függőek, a 3W, ugye fehér nyugati nők körében gyakoriak. Növekszik a gyakorúságuk, a női túlsúlyt nem hormonok magyarázzák, vigyázat, tehát itt nincs semmi olyan endokrin eltérés, hormon eltérés, ami magyarázza, nem. Ez a női szerepből, a női viselkedés, női szerep sajátosságokból fakad, vagy a nőkre nehezedő divat ideálokról. Itt van egy csomó más. Etnikai különbség, színes bőrűek között ritkák, ez is érdekes, vagy felső középosztálybeli betegségeik. És ahogy említettem, bizonyos hivatásokban, hát egy modell lánya, Bogár Nikivel írtunk 2 éve egy könyvet, először angolul jelent meg, aztán magyarul, még kapható a Semmelweis kiadónál. Ő topmodell volt, 6 éven átjárta a világot, anorexiás volt korábban, nem én kezeltem, csak rendbe jött, és aztán modellként működött, és én interjúkat csinált 10 országbeli lányokkal, modellekkel, és ott borzasztó nyomás van. Tehát ott a divat szakmában nagyon nagy nyomás van a karcsúság jegyében, és hát ez nagyon veszélyes, és hát ezt követik persze sokan fiatalok, de nem csak fiatalok. Igen, nézzünk példákat. A képzőművészeti alkotásoknak a áttekintésével úgy lehet látni, hogy változtak a testideálok. A Willendorfi Vénusz nem testideál volt, egy termékenységi szimbólum volt ez a kis agyagszobrocska, de mondjuk a Milói Vénusz manapság már nem nagyon rúgna labdába, ha nem torzó lenne, akkor se egy szépségversenyen. Itt van ugye Rubenszi testideálok, teltek, manapság telteknek számítanának, ugye Vénusz és Adonis, Tiziano. Aztán a Mona Lisa, ez pedig egy Botero nevű kolumbiai festő, egy kedvenc szó, vagy festmény, ugye Tonna Lisa egy betegem szerint, átfestette kövérbe Mona Lisát. Itt van Botero egyébként, aki nagyon testes alakokat festett. 10 éve volt a Szépművészetiben kiállítása. Egy vékony venezuelai, kolumbiai festő. A női test szépsége ugye 1899, tehát akkor az ideális testalkat ilyen volt egy német könyvből. És aztán a 20. században a karcsúság tébolya uralkodott, Modigliani kép, Munknak a sikolyát jól ismerjük, vagy Varga Imrének a szobrai, itt Radnóti szobor rendkívül vékony, vagy Giacomettinek egy szobra, ilyen nagyon vékonyak, vagy a hírességeknek a testalaka is mintául szolgál. Marilyn Monroe a 60-as évek, 50-es éveknek a szépségideája volt, manapság kicsit teltebbnek tűnne. 60-as években jött aztán Twiggy, egy csontsovány modell, aki divatot teremtett, ő 1-2 évig grasszált a kifutókon, aztán megunta, mert válfának, úgy érezte, hogy válfának használják őket. És manapság ezek túl vékony lányok, ez borzasztó, tehát egyszerűen borzasztó. Itt van 2 mosz. Most itt van egy borzasztó jelenség, már nem a lányra gondoltam, aki nagyon csinos, ez a lényeg. Ugye Izland szépen, ő egy fitness oktató lány, elment Las Vegasba, de hazaküldték, hogy nem rúg labdába, mert ilyen testalka túl izmos. Most itt van egy szép lány, aki hát izmos, hát a sportolók között is nagyon sok csinos van. Egy ország, egy európai ország, a szépségének, az Izland szépének választotta. És egyszer azt mondják, hogy ő nem versenyezhet jó esélyekkel, tehát menjen haza. Ez szörnyű. Aztán itt van Barbie baba, jól ismerjük ezt a... Hát ha Barbie-t megnövesztenék 170 centire, olyan élőlény nincs. Tehát nincs olyan nyakhossz, meg
meg fej, arány, meg stb. Tehát ezek torz babák. Aztán itt van a plasztikai sebészet szerepe, Mona Lisa egy vicc, ugye, hogy az Egyesült Államokban. Nagyon megnőtt egyébként a plasztikai sebészet szerepe, ez érdekes. Itt van például, ez megint egy durva dolog, hogy számítógépes játék van gyerekeknek, zsírleszívás. Ha kövérnek tartja a babáját, leszívathatja a zsírt. Szörnyű. Tehát már gyerekek fejében elültetik ezt a bogarat, hogy lehet tenni valamit így mesterségesen a elhízás vagy a túlsúly ellen. Óriási aránya van a kozmetikai sebészeti, plasztikai sebészeti beavatkozásnak, csak férfiak között az USA-ban évi 1,5 millió, rengeteg. Nyilván rengeteg hajátültetés van, stb. Egyébként nemrég hallottam, és ez a járvány időszaknak, a karanténhelyzetnek köszönhető, hogy az utóbbi 3 évben a plasztikai műtétek között az orrplasztika vezet. Miért? Kérem szépen, ezért tessenek megnézni, mert ha közel megyek a óriási orrom lesz, közel megyek a kamerához, akkor nyilván hát a laptop kamerák megnagyítják azon középen. Hát mindenki elkezdte faragtatni, vagy legalábbis sokan elkezdték faragtatni az orrukat. Aztán miből lehet tudományt csinálni? Playboy, kérem szépen, és Miss Amerikák. Egyre soványabbak lettek ezek az egyébként nagy zsűri, vagy komoly zsűri által megállapított szépségek. Tehát akit egy széles konszenzus fogad el Amerika szépének, hát azt a korszakot mégiscsak megjeleníti szépségideában. Egyre soványabbak lettek, és ez nehéz. Most ez folytatódott a trend, és ez lett belőle, hogy itt van egy nagyon híres ausztrál modell és színész, akinek nagyon széles, vagy széles vállai vannak, nagy kebelméretek jellemzik, és keskeny csípő, tehát 183 centi magas, de 89-es csípő. Van. Most az, hogy ilyen alkat teremjen a szabad ég alatt, ennek a valószínűsége 1 a 200 000-hez. És ha egy ilyen ritka megjelenési típus számít mintának, az borzasztó. Hát akkor a lányok mit tudnak csinálni? Hát futnak, hogy a csípő keskenyebb legyen, meg mellplasztikát csinálnak, meg ennyi. Tehát plasztikai műtét. De hát ez nem egy egészséges dolog. Hát 1922-ben a szépségversenynek a díjazottja így nézte ki, változnak az idők nyilván. Aztán itt van egy nagyon érdekes ábra, összeállították az ideális szépséget a nők szemével és a férfiak szemével. Tehát magyarul nők kit tartanak, milyen színésznőknek, modelleknek a különböző testrészeit fogadják el ideálisnak, és abból összeállították az ideális nőt. Itt van, hogy kinek a combja, lába, melle, meg mit tudom. Most a férfiak, látjuk jobb oldalon, a férfiak igenis a teltebbet szeretnék. Tehát a nagyobb kebelméreteket, a szélesebb csípőt. Tehát a nők, úgy látszik, hogy a nők hajtják túl ezt a karcsúságideát. A férfiaknál is egyre jobban divatba jön a karcsúság. Itt van egy Mátyás király szobor, 100 éves, ilyen vastag lábak, és manapság egy férfi modell így néz ki, néha teljesen lányosak, femininek, szörtelenek, vékonyak, elsírják magukat, tehát ilyen nagyon-nagyon fura jelenségek vannak a férfi modellek között. Aztán itt van a depresszió elméletnek néhány érve, nem megyek bele, tehát nagyon gyakori, hogy öngyilkossági szándék kísérlet, különösen bulimiásoknál, depressziós tünetek vannak. A slusszpoén, az utolsó sort nézzük, az antidepresszívumok, tehát a depresszió ellenes gyógyszerek, bulimiában hasznosak lehetnek. Nem gyógyítják meg teljesen, de sokat segíthetnek, tehát magyarul ott is kell a család, a pszichoterápia, tehát a lelki gyógymód, a pszichés gyógymód, pszichoterápia, de a gyógyszerek igenis segíthetnek. Anorexiában sajnos nem, csak ritkán. Tehát az anorexia nem egy gyógyszeres ügy, ez fontos. Én azt szeretném egyébként, hogy az lenne, mert nagyon egyszerű lenne. Beadjuk a gyógyszert, tessék hazamenni, szedje, gyógyuljon. Na de ez sajnos nem így megy. Magyarul beszélnünk kell, csinálni valamit. És ahogy mondtam, ezeket az apró ilyen beavatkozásokat igenis lehet fordulatot előidézni egy-egy odaillő feladattal, tréninggel, akármivel. Aztán vannak, akik szenvedő betegségnek fogják fel a... Igen, kicsit zsúfolt az ábra. Szenvedélybetegségnek fogják fel az anorexiát.
Hát az felfogható, ugyanis a soványság szenvedély, a német neve az anorexiának, Magersucht, soványság szenvedély. Fel lehet így is fogni. Vagy a bulimiát evési szenvedélyre, zabálnak, hánynak, túleszik magukat. Tehát ezt is lehet mondani. Vagy, milyen érdekes, a vízivás is lehet szenvedni. Például olyan helyen, ahol nincs ennivaló, szociális otthonokban írták ezt le, hogy nincs annyi ennivaló, hogy túlegye valaki magát, alkohol sincs, és akkor mi lehet a szenvedély tárgya? Hát vizet isznak például, vízmérgezés lehet a következmény, ami súlyos állapot lehet. Aztán kényszerbetegség modell is van, tehát ez is fontos. Tehát van, akik kényszerbetegségnek tartják. Ezeket hirtelen átugrom. Azt mondanám, hogy ezeket a szelektív elméleteket azért érdemes úgy nyilván szakembernek megtanulnia, hogy bizony egy-egy betegnek a betegségét jobban megértse. Tehát vannak betegek, akikre tényleg a depresszió közeli állapot jellemző, mások nagyon kényszeresek, a harmadik nagyon szorong, a negyedik szenvedélybetegségnek látszik, és így tovább. Tehát jó, jó ezeket ismerni, hogy az adott beteget jobban megértsük. Ennyi lehet a haszna. Tehát a szelektív elméleteknek is van helyük, egy nagyobb komplex elméleten belül. Na, az anorexiának a lényege, ez kérem szépen, ennek a megállapítása 1 perc. És nem értem azóta se, hogy anorexia, nem anorexia gyanús lányokat, hanem egyértelmű, ordító, súlyos anorexiásokat hetekig vizsgálnak. Ez borzasztó. Tehát meg kell csinálni természetesen a szükséges vizsgálatokat. Egy labor vizsgálat. No, de nagyon egyszerű a kérdés. 1 perc. Ugye ott van egy sovány lány. Ez világos. Megkérdezik, hány kiló vagy. Következő kérdés, mennyi szeretnél lenni? És ha azt mondja, hogy jó vagyok így, mert ő 30 kiló, akkor itt nagy baj van. Ez azt jelenti, hogy testképzavara van. Vagy fél az elhízástól, hogy ő nem akar hízni, mert csúfolták, vagy akármilyen oka volt rá. És ennyi, ez 1 perc, és ha valaki nem akar gyarapodni, és beteg, hát az anorexiás. Mert aki rákos, vashiánya van, gyomorgyulladása van, akármilyen testi baja van, az akar gyarapodni. Az anorexiások meg nem. Egy kérdés, ennyi. És az, hogy hetekig megy a vizsgálat, és harmadszor végezik el ugyanazt a ultrahangot, vagy emerit, vagy nem tudom micsodát, ez visszaélés az egészségügy ellátó kapacitásával. Nem kéne pazarolni a különböző vizsgálati. Egyszer meg kell csinálni, persze, egyszer. Na de hát ordít, hogy na jó, ez, és szakemberek, azt látom, hogy jönnek, 5 oldal zárójelentéssel jönnek gyerekosztályokról. Gyerekek, és ott oldalakat írnak a kollégák a semmiről. Igen. A testképzavar azt jelenti, hogy a saját testüket nem tudják megítélni reálisan, kövérnek tartják magukat, és így néz ki, tehát ez egy testképzavar, a karcsúnő belenéz a tükörbe, és kövérnek látja magát. A férfiak persze fordítva torzítanak, kérem szépen, igen. Aztán van néhány más tünet, ilyen piheszőrök, hajhullás, alacsony púzusszám, ez a bradikardia, alacsony púzusszám, alacsony vérnyomás, tehát minden lelassul. Tehát masszív testi tünetek vannak, de vigyázat, mögöttük egyértelmű ordító pszichológiai okok vannak, és azt kell kezelni, és azt fogja megváltoztatni a testi állapotot. Ez nem úgy megy, hogy sovány, tehát egyen gyógyszert, étvágygerjesztőt, ez műhiba. Azért műhiba, mert csak az ellenállás okozza. Sehol nem ez. Soha egyetlen kivétel nincs. Étvágygerjesztők adása anorexiában hülyeség, egyszer hülyeség. Tehát ezt adjuk abban. Ez nem. Tehát nem azzal tudunk valamit elérni. Egyéni terápiával, családterápiával, 10 évesek, igenis. De egyébként csak az ellenállás okoznánk, ez nem. Apropó. Ezeket leírtam egy könyvecskébe, egy önsegítő kalóz, amit evészavarosok családjának írtam, meg a betegeknek. Ez 17 éve, szívesen elküldöm. Tehát, hogyha valaki ír egy e-mailt nekem, hogy szeretne ilyen önsegítő kalózt, ingyen és bérmentve elküldöm. Ennyi. Tehát ez egy ilyen önsegítő kalóz, vannak benne ilyen hasznos dolgok, ezek, amiket említek itt, ezek is össze vannak ott foglalva.
Nem megyek bele a részletekbe, elnézést kérek, hogy ilyen zsúfolt táblázatokat hoztam. A bulimia alaptünetei túlevéses rohamok, falásrohamok, és testsúly csökkentő manipulációk, például hányás, vagy önhájtatás, vagy hashajtózás. Ennyi, ez a lényeg. Vagy hát van, aki napokig koplal, nem tudja meghájtatni magát, csak napokig koplal, aztán újra jön egy falásroham. Ez a bulimia. Igen. Néha naponta 10-20 önhánytatás is, ez borzasztó, ez már veszélyes, mert a gyomorsav, a kálium ionok ürülnek ki, ami szívritmus zavarokat okozhat. Vigyázat, tehát itt azért szívmegállás lehet. Ugye a magas anorexiás halálozás részben innen jöhet. Na nézzük a másfajta kórképeket, itt megy az idő. Itt a falászavar, ez ugyanaz, hasonlít a bulimiához, csak nincsenek testsúlycsökkentő manipulációk. Tehát falásrohamok vannak, de nincs testsúlycsökkentő viselkedés. Aztán az izomdiszmorfia, ez mindenben fordított, mint a női anorexia. Ugyanis testépítő fiúk, nagyon erősek, izmosak, de véznának érzik magukat. Ugye a testképzavar éppen, hogy fordított, nagyon izmosak, de vékonynak érzik magukat. Itt az atléta ideál van a háttérben, tehát a Schwarzenegger ideál, a testépítő ideál, ők ezt kergetik. Itt van Schwarzenegger fénykorából, és ez testképzavar, egy kigyúrt, izmos fiú olyan vékonynak látja magát, ez az izomdiszmorfia. A diszmorfia az az alaknak, a test alaknak a zavarára utal, a diszmorfia. Tehát az izomtömegnek az alakjára. Aztán itt van egy borzasztó, ez miofíliának hívják, ilyen olajos injekciókkal szurkálják magukat, és ilyen műizmokat termelnek magukon, ez egy teljesen torz valami. És hogy a gyerekjátékok milyen szerepet játszanak a testideál kialakulásában, azt láttuk. A csillagok háborújának a figurái ennyire megszélesedtek válban, mint látjuk. Most, ha ezt megnagyítanánk ezeket a babákat, ilyen széles vál nem létezik. A legizmosabb diszkosz vető nem rendelkezik ilyen széles vállal. Nőkörében is egyre gyakoribb a testépítés. Hát kinek ízlésére bízom. Aztán van egy fura jelenség, Adonis komplexusnak hívják, ez a férfi test megszállottságának a krízise. Magyarul ezek a férfiak, illetve egyre több férfi meg van áldva azzal, hogy kozmetikumokat keresgél, testépítést folytat, a külsejével törődik, az öltözködésével, tehát a férfi test megszállottságának egy újkori kríziséről van szó. Ezt 2000-ben írták le nemrég egy ilyen külön jelenségként, tehát Adonis komplexus a neve. Ez egy ilyen szociológiai jelenség, nem egy kórkép, csak egy ilyen divat jelenség, mondjuk így. Egyre gyakrabban elégedetlenek, tehát az USA-ban 25 év alatt meg háromszorozódott a testükkel elégedetlen férfiak aránya. Korábban ugye egy férfiről az volt, hogy csak egy fokkal legyen szebb az ördögnél. Az már jó. És itt a férfiak egyre inkább megvannak a saját testükkel áldva. Aztán itt van egy ilyen testzsírfóbia, attól félnek ezek a testépítő típus evészavarban szenvedők, hogy elzsírosodnak. Ez főleg nőkre jellemző. Aztán itt van az ortorexia, és akkor úgy látom, hogy lassan a időn végén is érek, mert ez az egészséges étel függőség, tehát csak egészséges ételeket hajlandóak fogyasztani, illetve egészségesnek tartott ételeket hajlandóak fogyasztani, és mindent megtesznek. Órákat, ez egy kényszerbetegség. Órákat töltenek azzal, hogy megszerezzék az ételeket, speciális ilyen konyhai rituálék formájában. Hát ez egy egyre komolyabb jelenség, egyre gyakoribb. Ez egy új keletű zavar, nemrég írta le, egy Steve Bretman nevű amerikai orvos, saját magán egyébként, ő ebben szenvedett, és a saját történetét írta le. Aztán itt van egy purgáló zavar, csak hánynak, nem zabálnak, hanem esznek, eszegetnek, aztán mindig kihányják. Tehát itt a hányás van előtérben. Aztán van itt egy ilyen fura jelenség, az etetés, tehát az, hogy valaki eteti a másikat, a párja már 300 kiló, ezt szó szerint kell érteni, de még etetik. Tehát itt nyilván összejátszik a két személy, elfogadja az etetett személy is, hogy hát ő akkor most így fog élni. Ez is egy nagyon bizarr jelenség. Aztán vannak olyan
testképzavarok, hogy túlsúlyos, de karcsúnak tartja magát, azt mondja, hogy minden rendben van velem, és hagyjanak békén. Aztán vannak itt ilyen más zavarok is, futás, addikció, testedzés, dependencia, testedzés, függőség, és egy ilyen karikatúrával zárnám a mondandómat, mert lejárt az időm, kérem szépen, hogy hát igen, hogyha valaki a fitness teremben és mozgó lépcsőn megy fel, akkor nem a testedzésnek adózik, hanem valamilyen ilyen kényszerszerűen űzött fitnessről van szó. Hát remélem, hogy ezekkel a néhol talán érdekes, néhol gondolatébresztő, néha talán provokatív képekkel vagy jelenségekkel sikerült a figyelmet ébren tartani. És még egyszer mondom, hogy ha valaki akar erről egy írományt, egy könyvecskét, akkor ezt szívesen elküldöm, és most pedig abba hagynám a vetítést, és a chat szövegeket nézem meg, hogyha valakinek kérdése adódik, akkor állok rendelkezésre. A professzor úr olvassa a chat üzeneteket, igen, addig én megköszönöm ezt a nagyon érdekes előadást. Hihetetlenül sok minden változik. Amikor én szakvizsgára készültem, akkor evés zavarról még alig tudtunk valamit is, és ma már ez is egy olyan bontakozó diagnosztikai őserdő, mennyi minden variáció van, és milyen nagy nyomorúság. Sajnos a család, a baráti körben, tága baráti körben is valóban nem ritka ez a probléma, és sokáig rohangálnak a betegek, mire megtalálják Turi professzort és a rendelését. Na de most ez nem a reklám helye. Megkérdezem, hogy akkor átadhatom-e a szót a... Igen, köszönöm szépen, kaptam kérdéseket, szívesen válaszolok rá. Nyilván a BMI, nem kell nagyon túllihegni a BMI-t, azt mondanám. Tehát jó-jó, figyelembe veszük. Én azt mondanám, hogy például az anorexia kezelésében az érdekes, hogy a minimum minimumának a minimumát azért valahogy csak meg kell határozni. És erre azért vannak mindenféle eléggé kifinomult statisztikák manapság. Tehát az, hogy egy nőnek ma legalább, jó, persze tudom, hogy vannak etióp hosszú távfutók, meg olyan lányok, akik karcsúak, de akinek van menzesze és karcsú, és így ért már 20 éve, akkor annak semmi baja nincs. Mindegy, hogy a BMI valamivel alacsonyabbat mutat. De ha egy olyan lány, aki már 60 kiló volt, és most 35, és mondjuk 160 centis, és 18 éves legalább, akkor ott legalább 47 kilónak kell lenni például, akkor ez mégis valami irányt mutat. Tehát itt körülbelül ezt úgy kell felfogni, nem szentírás, hanem, és még egyszer mondom, hogy azért itt azért ezzel foglalkoznak manapság is, és ma még ez a konszenzus, nem tudok mit mondani, tehát a nemzetközi szabvány, vagy a legfrissebben megjelent ilyen diagnosztikai rendszerek is ezeket tartalmazzák, de hozzátenném, hogy nem szentírás. Az is igaz, köszönöm a másik kérdés, hogy 40 évesnek és 70 éves. Hát azt kell mondanom, hogy a 26-os testtömegindex mind a kettőnél túlsúlyosnak számít, de nem kell kétségbe esni. Azt is mondanám, hogy az enyhe túlsúly időskorban még kifejezetten előnyös. Vannak erre statisztikák. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy ha valaki elkezdi lefogyasztani magát, mert túlsúlyos, az nem jó. Az nem jó. Nyugodtan békéljen meg valamennyi túlsúllyal. Igazából tényleg így van, hogy időskorban a test összetétel is megváltozik, az izom helyét elfoglalja a zsírszövet például, stb. Hát ezt is úgy bele lehet kalkulálni. Magam azt szoktam, hogy nyilván nem látszom, hát én a testsúlyom mondjuk 30-40 éve nem változik különösebben, télen 1-2 kilóval több, nyáron, ha többet futok, akkor meg kevesebb, de engem mindenki véznának képzel, nem az vagyok, hanem ha 2 kilót gyarapodnék, már túlsúlyosnak számítanék, de ezen mindig kacagnak a kollégáim. Szóval, hogy igen, ezt egy kicsit, én azt mondanám, hogy a cseten nem tudom megőrizni a e-mail címet, hogy e-mail címemre tessenek írni, turiferency-nal egybeírva pont nélkül gmail. Tehát turiferency-nal pont nélkül kukac@gmail.com. Ha erre írnak, akkor, mert ez a chat szöveg nem lesz meg nekem az előadás után. Igen, topmodellek között gyakori a drága és tiszta drogok fogyasztása, hogy karcsúak
maradjanak, nem annyira gyakori, ezt az interjú szövegekből tudom, hogy Bogárnik kivett fel. Előfordul persze, előfordul. Meg hát most is van egy olyan betegem, egy nemzetközi modellány, aki alkoholista, meg drogokat is szokott fogyasztani. Tehát előfordul, de nem, mondjuk nem a modellek 30%-ra jellemző, hanem néhány százalékra. Tehát előfordul, de nem döntő mértékben. Igen, akkor az e-mail címet, igen. Jó, akkor most elmondtam az e-mail címet. Jó, igen. Még valamit, hogy... Jó, küldöm a könyvet mindenkinek, aki megírja. Jó, igen. Megtenném, csak nem tudom lementeni innen, lehet, hogy erre vannak. Nem vagyok az annyira jártas a Zoom anyagain. Tehát lehet, hogy a chat szöveget meg lehetne menteni, és akkor nem kérnék senkitől levelet, hanem kapásból elküldeni mindenkinek. Csak egyszerűbb nekem az élet, hogyha írnak egy sort, és én válaszul azonnal elküldöm két szó kíséretében, jó olvasást kívánok, és köszönöm az érdeklődést. Igen. Jó. Igen, itt leginkább a könyvet, ami egész jó, elolvastam, úgyhogy ez itt a reklámhelye. Mondjuk itt a kiadó jogokat megsértem, de megszűnt a kiadó azóta, ez nincs összefüggésben a könyv megjelenésével, de megszűnt a kiadó, úgyhogy nem izgatom magam, hanem aki rászorul, örülök neki, hogyha hasznát látja. Ételekben található adalékanyagok nem indokolják-e az egészséges ételek keresésének kényszerét? Ez is benne van, tehát ez is benne van, azt hiszem, igen. Tehát, hogy egy kicsit az egészségizmus, ez egy furcsa szó, benne van a mai kultúrában, ez érdekes, és az, hogy az ételek között aztán mindenféle, meg annak a fordítottja is előfordul, azok lehetnek ijesztő hatásúak is a fogyasztókra, mondván, hogy én nem akarok mindenféle hülyeséget enni, hanem szeretném nagyon megválogatni, és ez egyfajta kényszerességhez vezetett, egy kicsit túldimenzionált kényszerességhez. Ugyanakkor, hogyha most mindent figyelembe vennénk, ami furcsaság, elüt az átlagtól, érzékenység, allergia, mit tudom én mi, akkor hát az úgy nehéz lenne az élet. Mindig az a példa jut eszembe, hogy részt vettem egy Innsbruck melletti Alpbach, Tirolban egy szép falu, tiroli faluról van szó, alpesi falu, ott van évente egy evészavar kongresszus, és néhány évvel ezelőtt voltunk vagy 200-an, a fogadáson meg lehettünk vagy, mit tudom én, 80-an, és a fogadásra ki volt éve 8 tárca szendvicsekkel, és megszámoltam, ezek közül 7 fel volt címkézve, hogy diabetikus, ilyenmentes, laktózmentes, gluténmentes, nem tudom milyen mentes, 8-ból 7. Alig találtam normális kaját, egy tárcán voltak ilyen átlag szendvicsek, amiket úgy megszoktam nagyjából. Tehát egy kicsit az arányok, nem azt gondolom, hogy a részvők 7-8-ada speciális diétára szorult volna. Tehát itt az arányok egy kicsit, mintha eltolódtak volna. Kiadvány megy, igen, megy. Köszönöm szépen a jó kívánságokat. Igen. Jó, hát akkor mindenkinek elküldöm. Mert egyébként teljesen lenyűgözött, amikor Zoliék mondták, hogy 500-nál több, megtöbbentő. Tehát ez óriási. Tehát, hogy ennyien érdeklődnek, nagyon jó. Igen. Igen, elmondtam az e-mail címet, étolegen. Ezt nem tudom, sajnos nem tudom. Ételallergia, tojás, magas immunglobulin szint. Én azt mondanám, hogy gasztroenterológusról tessék konzultálni. Ez fontos. Én ehhez nem értek, de itt a puffadás és a gyomorproblémák miatt ezt vizsgálni kell. Tehát allergiát vizsgálnak. Tehát egy profi gasztroenterológus felkeresését javaslom.
Mindenképpen. Hoppa, egy kicsit lejjebb. Igen, igen. Még egyszer az e-mailt mondom, igen, tehát még egyszer túriferenc, nem TH-val, tehát sima, csak Y. Tehát túriferenc, egybeírva nincs pont, túriferenc, kukac@gmail.com, ez a... Igen, köszönöm szépen. Azt kell mondom, van egy magárendelőnk, ott ülök most. Az a neve, hogy Belvárosi Evészavar Műhely. Tehát még egyszer, Belvárosi Evészavar Műhely. Ha valaki terápiás segítséget szeretne, akkor keresse fel ennek a honlapját, és ott nagyon jó kollégák vannak, akiknek minimum 10 éves gyakorlatuk van egy speciális területen. Tehát mindannyian profik. Most nekem sajnos nincs szabad kapacitásom, ugye én már nyugdíjas vagyok, meg egyre több időt kell eltöltenem a saját magam rehabilitásra, úgy értem, hogy ma is gerinc tornán voltam, mert fáj a derekam. Tehát nem vagyok már annyira hadrafogható, mint korábban, de nagyon köszönöm. De ott kapnak segítséget ezen a honlapon. Egyre több kollega foglalkozik, hál' Istennek ezekkel, mert rengeteg ilyen e-mail vagy igény van. Jó, könyv meg lesz. Ja, kösz szépen, nagyon köszönöm, igen. Krisztának ráírt a chatre, a chat falra e-mail címemet. Jó. Nem, e-mailen küldeném a könyvet, tehát válasz e-mail formájában. Magyarul nem postán, hanem e-mailen, PDF formátumban. És ez könnyen olvasható, meg van, aki kinyomtatja, aki mondjuk nyomtatásban szeret értekezni. Nagyon köszönöm a kedves szavakat. Jó, azt is, hogy ugye szakemberek. Igen, én nem, elnézést kérek, én egy kicsit nem tudom milyen téves eszménél fogva, azt gondoltam, hogy itt főleg egészségügyek lesznek, aztán derült ki, hogy itt mindenki, hál' Istennek, ennek nagyon örülök, hogy a széles közönség érdeklődik, csak akkor nem jó készültem. Ugye sajnálom ezt a sok szakkifejezést, hogy etimológia, meg mit tudom én, ezek nem, de jó, tehát a lényeg hogy... Hogy nagyon érthető volt, és könnyen követhető, és itt az elmúlt 5 szemeszterben bizony voltak nehéz pillanataink, amikor nagyon-nagyon szakszerű előadást hallottunk, azok talán azok a kedves előadók nem vették ezt figyelembe, de ez az előadás, ez jól követhető volt. Ennyire azért nem vagyunk az ismeretek hiány. És hát a nagy reakció is azt mutatja, hogy a legtöbben elismerésüket fejezték ki, és én is most engedje meg, Turi professzor, hogy én is megköszönjem. Igazi klinikus előadás volt, nem az elméletek zavaros vizeiben hajóztunk, hanem a napi gyakorlat, a sok évi tapasztalat által fölhalmozott tudás nyilvánult itt meg, és ez nagy élmény volt. Jó egészséget kívánok neked. Nagyon jó lesznek ezek a szavak, igen, örülök neked, de a szakifejezésekkel nem volt olyan, mint amit... Nem, és még egyszer nagyon köszönöm, és jó éjszakát kívánok mindenkinek, és jövő héten találkozunk. Szervusz, minden jót. Köszönöm a meghívást még egyszer, és mindenkinek minden jó. Szevasz, Zoli, minden jó. Szervusz.